Ez a törvénymódosítás egyébként egy áttörést jelent bizonyos értelemben, mert ugye Szlovákiában mindig problémát jelentett a magyar nyelvű településneveknek és földrajzineknek a feltüntetése a közlekedési táblákon. Egy nagyon hosszú küzdelem eredménye volt az is, hogy egyáltalán a települések kezdetét és végét jelző táblákra kikerülhettek a magyar nevek is. Ez az előrelépés azt jelenti, hogy nem csak ezeken a település elejét és végét jelző táblákon lehetnek kint, hanem az irányjelző táblákon is mindenütt. Most január 1-től módosult a kisebbségi nyelvhasználati törvény, amely immár lehetővé teszi azt, hogy a hivatalos irányjelző közlekedési táblákra is felkerüljenek a földrajzi neveknek és a településeknek a megjelölései. Törvényben ez megjelölésként van, tehát hogy ezek a megjelöléseknek a kihelyezése lehetőségként van megfogalmazva, ezért úgy gondoltuk, hogy a város egy határozatot fogadjon el, amelyben kifejezi azt az akaratát, hogy ezek a táblák kikerüljenek a város területén. Ön szerint milyen szinten van a vizuális kétnyelvűség itt Dél-Szlovákiában? Ez a törvénymódosítás egyébként egy áttörést jelent bizonyos értelemben, mert ugye Szlovákiában mindig problémát jelentett a magyar nyelvű településneveknek és földrajzineknek a feltüntetése a közlekedési táblákon. Egy nagyon hosszú küzdelem eredménye volt az is, hogy egyáltalán a települések kezdetét és végét jelző táblákra kikerülhettek a magyar nevek is. Ez az előrelépés azt jelenti, hogy nem csak ezeken a település elejét és végét jelző táblákon lehetnek kint, hanem az irányjelző táblákon is mindenütt. És nem csak ugye a város belterületén, hanem a teljes kataszterében, tehát hogy a városok és települések között is. Igen, ez lett volna a következő kérdésem, hogy a város kompetenciájába tartozik-e az, hogy a városba vezető utakon is ki lesznek a cserélve? Hát ez egy eléggé bonyolult rendszerben működik, ugye az utaknak vannak kezelői, vannak olyan utak, amelyeket az országos szinten kezelnek, vannak megyei utak, megyei kezelésre álló utak, és vannak ugye, amik a város kezelésében állnak, és itt minden szereplőnek, minden egyes ilyen intézménynek szerepe van. Ez a határozat azt mondja ki, hogy ezektől tehát a megyei utak mellett is, a megyétől is, és az országos útkezelőtől is elvárjuk azt, hogy a táblákat kihelyezzék kétnyelvűen. Mi a következő lépés? Hogyan fog zajlani maga a csere? Rendszeresen cseréljék ezeket a táblákat, amikor előregednek, vagy új táblákat helyeznek ki. Hát minimum elvárásként úgy tartjuk, hogy helyes lenne, hogyha amikor ezeket a táblákat felújítják, lecserélik, akkor már kétnyelvűen helyezzék ki. Ugye ideális az lenne, hogyha minden táblát le lehetne egyszerre cserélni, de hát nyilván ennek a költség vonzata miatt ez valószínűleg csak fokozatosan fog megvalósulni. Itt Dunaszerdahelyen működik egy nyelvhasználati bizottság is, amelynek ugye ön az elnöke. Tud arról, hogy a környező településeken vagy városokon is működik ilyen bizottság? Ilyen bizottságnak a működésről nem tudok, viszont ugye több település létrehozott egy önkormányzati társulást is, aminek Lingua Civis a neve, és ennek feladata az, hogy a kétnyelvűségnek a gyakorlatban való átültetésébe segítse a településeket. Ugye itt ez egyrészt nyelvészeti, másrészt jogi kérdések is fölmerülhetnek, és ebben próbálunk segítséget nyújtani. Áttörésnek számít ez a kétnyelvű tábla. Milyen üzenete van ön szerint ennek? Ugye az itt élő magyarok otthonosabban érezhetik magukat, hogyha a saját nyelvükön is megjelennek a települések megnevezései a táblákon. Ugye Szerdahelyen 2016-ban kerültek ki ilyen táblák, amelyeken ugye útirányjelző táblák. Ezek viszont nem voltak teljesen hivatalosak. Ezek mint tájékoztató táblaként kerültek ki többnyire a közvilágítás oszlopaira. Viszont innentől kezdve maga a törvény mondja ki, és törvény ad lehetőséget arra, hogy ezek a megnevezések, a magyar nyelvű településnevek kikerüljenek a közlekedési táblákra. Itt Dunaszerdahelyen ország elsőként már akkor is voltak kétnyelvű táblák, amikor jogilag nem volt teljesen megengedett, információs táblaként voltak ugyebár regisztrálva. Miért fontos ez ennyire a város számára? Valóban 2016-ban már 15 darab információs tábla kikerült dr. Hályo Zoltán polgármester úr kezdeményezésére itt a városban, és azóta is elkötelezettek vagyunk a kétnyelvűsítés terén. Ezt úgy is próbáljuk vizionálni. Egyrészt, hogy a költségvetésben mindig elkülönítünk rá összeget, tehát külön összeg szerepel a költségvetésben a kétnyelvűsítésre, illetve a
város szempontjából azért is fontos, hiszen tudjuk, a Dunaszerdahely a Csallóköz szíve, Csallóköz fővárosának is szeretjük mondani, és talán mások is annak mondják. Tehát szeretnénk példával elöljárni az önkormányzatoknak, hogy igenis van rá lehetőségük. Egy kis munka szükséges hozzá, de ezért is van nálunk Horony Ákos jogász úr kezdeményezésére a nyelvi bizottságunk, akik segítenek benne. Tehát munka szükséges hozzá, hogy ezeket a határozatokat, ezeket elkészítsük, de úgy gondolom, hogy ennek meg lesz a gyümölcse, hiszen ha azt látjuk, hogy az anyanyelvünkön olvashatjuk majd, hogy Pozsony, Komárom és az egyéb települések megnevezését az útirányjelző táblán, akkor egy kicsit mégis az ember szívét nagyobb melegséggel tölti el. Ahogy Horony úr is mondta, közeljövőben most már hivatalosan is kikerülhetnek a kétnyelvű táblák. Milyen kompetenciája van a városnak ebben a tekintetben? Valóban, ahogy a törvény is fogalmazott, ahogy már előbb is elhangzott, lehetőség van rá. Ugye mi szeretnénk élni annak a lehetőségével, hogy felkérjük a megyei, vagy pedig az állami útkezelőséget, hogy a Dunaszerdahelyi város területén elsősorban azokat a régi táblákat cseréljék le, amelyek már úgyis szükségesek, tehát megkopottak, vagy pedig már nem felelnek meg a normának, cseréljék le kétnyelvűre, és bízok benne, hogy ezt követni fogják, nem csak a városban, hanem az egész járásban is, úgyhogy a polgármester úr lett megbízva ezzel a határozatnak a betartatásával, tehát ő fogja kezdeményezni majd ezeket a megbeszéléseket a megyei útkarbantartó vállalattal, illetve majd az állami útkarbantartókkal is, attól függően, hogy melyik út hova tartozik.